én is úgy gondolom, hogy ez a könyv egy azon kívül, hogy az Éva személyes életének a története, egy filmtörténet is, mert a könyv azelőtt kezdődik, ahogy az Éva pályáját elkezdte. Édesapja szintén filmes volt, és szintén komoly szereplő Illés György, aki a magyar filmnek egy nagyon fontos alakja, és nem csak a filmnek, hanem annak a film kultúrának, aminek egy fontos lenyomata ez a könyv. Azért választottuk itt a Urániát, ezt a mágikus, szimbolikus teret, a Lyon Mémoire, tehát ez fontos. Ebben az épületben kezdte egy nagy nemzedék a pályáját 1956-ban, ahol a Éva és nagy filmrendezőkkel együtt indult. Azért gondoltam, hogy nagyon fontos legyen, hogy a hely szelleme is itt legyen velünk. Sajnos Szabó István nem tudott eljönni betegsége miatt, aki szintén ennek a osztályban egyik illusztrius tagja volt, és nagyon sok szereplője megjelenik a filmben. Még egyetlen mondatot, ez a könyv, szokták mondani, hogy most jött a nyomdából, nyomdásnak van csak. Olyannyira most jött a nyomdából, hogy ki se szabadna, hogy 24 óráig, mert nem szállhat meg. Természetesen több könyvemutatónk volt, ahol szintén fél órával a kezdés előtt érkezett meg a könyv. Miért idézem föl? Láthatatlan zsidó Budapest a címe, és a Boston Egyetemű tanár, aki ezt kvázi kívülről írta, itt, hogy ebből a Budapestből, a kabaréknek a világából, a zsidó művészek, akik keresték a helyiket, rengeteg technikai megoldás is született, és tulajdonképpen a magyar filmnek is ez a bölcsője, tehát ez a két könyv között van egy szellemi összefüggés is. Nem akarok sokat beszélni, mert kedvem lenne rám. Itt a közönség soraiban Éva mellett két olyan filmes alkotóval, akivel együtt dolgozott. Egyik egy fiatal, akivel első filmet csinálta, Szomjas Gyuri, és Mészáros Márta, akivel meg rengeteg filmet csinált. Teljesen spontán ennek a forgatókönyvnek a mai megemlékezésnek. Én arra gondolok, hogy először kibeszéljetek az együtt töltött munkáról, és akkor utána ti, mi és a közönség kérdezzük Évát arról, hogy miért jutott eszébe, hogy könyvet írjon, és milyen tapasztalatai van, és hogy érzi magát filmesként abban a világban, amiben a magyar filmnek már két klasszikus sorozata után van, és most is egy klasszikus magyar filmnek, hogyha sikereket nézzük, akkor megint egy klasszikus korszakat talán elkezdődik. Hát te vagy a... Jó. Hát furcsa, hogy most én kérdjem, hát akkor miről beszéljek? Talán beszélek akkor arról, hogy elindítsam a dolgot, hogy én a Herskó osztályba jártam, jóval később, mint Éva, és a Herskó kiválasztott engem. Viszont ő a Szevasztea című filmben asszisztensként tudtam dolgozni, ez egy nagy megtiszteltetés volt, hogy a osztálytársaim, akik mind kiváló emberek voltak, közül ő engem választott, és hát ennek a filmnek Éva volt a vágója, ez egy óriási tapasztalat volt nekem ott másodéves korom után ugye ebben a filmben bekerülni, elsős nem akarom részleket mondani, de hát nagyon érdekes, merész dolgokat csinált, ilyen dokumentarista jellegű jelenetek és felvételek is voltak a filmben, majd Éva abban kedve elmesél. Úgyhogy mi így kerültünk egymással kapcsolatba. Ugye én sokat jártam be a vágószobában, amikor ez a film készült, és amikor aztán majdnem 10 évvel később az első játékfilmet tudtam csinálni, akkor kézenfekvő volt, hogy Évát kértem vágónak, talpuk alatt fütyül a szél. A könyvben azt írja, hogy nagyon sokat veszekedtünk. Hát én nem emlékszem, hogy veszekedtünk volna, vagy ha igen, akkor ez egy jótékony veszekedés.
meglepetés volt, mert végül is jól sikerült a film. Bizonyos fokig ma is ilyen kultfilmnek számít bizonyos körökben, úgyhogy szerintem az gyümölcsöző volt az esmétét működés. Úgyhogy én szerintem egyelőre ennyit mondanék, aztán ha megint rám kerül a sor, akkor még kiegészítem, vagy Éva, nem tudom, akarsz-e ezekhez. Akkor talán kapj bele ezekbe a pontokba, amiket én most említettem és beszéljük. De mi dolgoztunk, hamarabb is dolgoztunk, mert két vagy három vagy négy kisfilmet csináltam, ilyen Balázs Bélás kisfilmeket, amit majdnem elfeledkeztem róla, és az interneten böngésztem valamelyik nap, és akkor ámulva láttam, hogy hány Balázs Bélás kisfilmet csináltam, és legalább hármat vele. Igen. Hát aztán... Az, hogy veszekedtünk, hát igen, hát mindig veszekszik az ember, akkor egy film készül, az mondjuk hozzátartozik. Hát, nagyon érdekes, mikor ilyen helyzetben vagyok, és mostanában a koromnál fogva mindig a múltra kell emlékezni, valahol meg kell jelenni, és elmondani, hogy is volt ez. És akkor az ember csinál egy időutazást magával, és megpróbálja megfejteni, hogy volt ez. Hát ez úgy volt, hogy én a Farkas Zoli bácsival vágtam az első filmeimet. Mert a Zoli bácsi, azt úgy örököltem a kettes telepről, a Zoli bácsi Számüzben volt a kettes telepre, mert hogy ő rendszer ellenes ember volt, és nem lehetett már filmrendező, és ezért ő lett a vágó. És nagyon érdekes volt, mert mikor az első egyik dokumentumfilmet a kettes telepen bele vágtam, akkor bementem a vágószobába, és ott ült egy orvos. Fehér köpeny volt rajta, és fehér kesztyű. És kezét csokolommal köszönt, én kis senki voltam, hallottam róla, hogy ő nagyon jó filmeket csinál. Aztán, mit tudom, vagy börtönbe került, vagy szóval voltak az ügyei 56-ban is nézve, és ő egy számüzött ember volt. De nagyon udvariasan magázott engem, és hölgyemnek hívott. Ami nekem egy nagyon más világ volt, mert akkor mindenki tegezett, és legfeljebb Mártának hívtak, de hölgyem, és ő kezdi csókolom hölgyem, és akkor fölvette a fehér kesztyűt, és vágtuk a filmet. És aztán végül is ő azt mondta egyszer, mikor egyik dokumentumfilmet vágtuk, hogy talán magának, mert magázadott, talán magának sikerül a Jancsó szárnyai alól egyszerre csak előbújni egy játékfilmen. Mondtam talán, de nekem teljesen más a stílusom a mondani való, mint a Jancsó, de azért a Jancsó a férjem, és a Jancsó fog segíteni. Na, ezt megbeszéltük, ő nagyon nagy Jancsó híve volt, és az összes előző nagy filmeitől vágta a szegény legényeket is beleértve. Egy nagyon csodálatos ember volt, és életemben először voltam egy ott lakott a filmgyár mögött, egy villába, a családjával, és meghívott bennünket vacsorázni, és ez egy nagyon új vacsora volt. Egy csodálatos, sem megterítve porcelánnal, csodálatos kanyával, és megint ez egy olyan időutazás volt, mint ő, mintha múltban megmutatta
volna nekünk a Miklós, nekem, hogy hát igen, onnét jön tulajdonképpen. És úgy jött ki a lépés, hogy az eltávozott nap volt az első filmem, ami úgy készült, hogy beadtam a forgatókönyvet, és akkor valaki, nem nevezem meg név szerint, hát ha még él, azt mondta, hogy hát adjuk oda neki ezt a kis pénzt, mert nem egy drága film, majd a Jancsó eljön és megrendezi. És akkor kaptam akkori időre tekintve nagyon kis pénzt, de nem volt egy nehéz film, és elkezdtem forgatni. És mikor elkezdtem forgatni, akkor azt mondta a gyártásvezető, aki az Onodi volt, hogy ne így bújjatok, mondta a stábnak, mert majd jön a Jancsó, és megvágja. Akkor a Jancsó nem jön, a film kész lett, és a film lényegében így kezdtem el a filmes életemet. És akkor én voltam az első, aki játékfilmet csinált. Igen. Hát nem tudom, mert azt hiszem, hogy ti már én nem tudom pontosan, ezt meg kellene nézni valahol az interneten, hogy nagyjából egyszerre kezdtetek három nő. Tehát te, a Gyarmati Lívia és az Elek Jutka majdnem teljesen egyszerre kezdtetek el. Nem, én és az Elek Jutka, de az Elek Jutka csinált azt a nagyszerű filmét, ami ilyen nem, azt később csinálta. Hanem? Az első filmje egy ilyen paradokumentum játékfilm elemekkel. Egy nagyon érdekes film volt, egy nagyon jó, érdekes film. Nekem se jött eszembe, Az első játékfilm a Sziget a szárazföldön. A Sziget a szárazföldön volt az első játékfilm. Igen. Ment az idő, és aztán ment, csináltam még kettőt vagy három filmet, nem emlékszem, és jött az örökbefogadás. És jött az örökbefogadás, ami nagyon nehezen készült el, de végül is elkészült. Csak ugye a Koltai mint az operatőr. Igen, és a Koltainak ez volt az első játékfilmje. Igen, és akkor nagyon piszkáltak, nem elég, hogy én csinálom a filmet, és az előző film, a Szabad lélegzett, az nagy bukás volt. Azt kellett újra vágni, ki kellett dobni egy rossz pártitkárt, aki nem szereti a fiát, azt ki kellett vágni belőle, a fiúnak nem volt szabad hazudni, mert egy pártitkár fia nem hazudik az apjának, szóval ilyen részletek voltak a filmben, amit ki kellett dobni, úgyhogy ez egy nagyon sikertelen és elfelejtett film volt, hogy na, és akkor jött az örökbefogadás, amit nem utasítottak el, mert mégiscsak árva gyerekekről és valami szépről szólt, és leforgattak. Igen, és a Sutyi volt a dokumentumfilmnek a operatőrje. A Koltai Sutyi volt annak a filmnek, ami Szövegyárba játszott. És úgy lett ő nálam első filmje, lett a játékfilmje. És már le volt forgatva a filmből egy jó darab, és nem volt vágó. Nem tudom, miért a Zoli bácsi más csinált, másik filmbe dolgozott. Hát Jancsó csinálta, és akkor a Koltai, akivel már én dolgoztam, mert segédoperatőr volt,
nem tudom miben, valamiben korábban, és együtt... Melyikben? Rózsakert. Nem tudom, igen, de mi a lényeg, de Ranódival én nem dolgoztam, az nem radó. Valamiben együtt dolgoztunk a Sutyival, amikor ő kameraman volt. És akkor ő bejött, és azt mondja, te Márton, nincsen Márton, és akkor én azt fogom neki mondani, hogy téged kérjen, akkor az jó. És akkor mondtam, hogy persze, persze. És így lettem a Márta vágója, hogy a Sutyi agitált engem a Mártához. Igen, és az volt a Sutyival, amikor beszéltünk, az nagyon dicsérte az Évát, hogy az Éva mindent tud, az Éva legzseniálisabb vágó, és egyébként is hát a Herskó, ugye, vagy a Herskó akkor csodálatos név volt a film fogalomban, és jó, hát akkor mondtam, valahogy nem jutott eszembe, pedig nagyon jelentősen néz ki, hogy én valahogy a folyosón találkoztunk volna. És mondták, hogy ez is ez a vágó és a szobája, és menjünk be. És ott állt egy mogorva, szemüveges nő, Igen, és akkor na, szervusz. Hát nézd, belenéztem az anyagba, nagy munkánk lesz, és így mindig méregetett, hogy most hova tegyem, ugye a nagy rendezők műhelyéből jön, és akkor itt áll egy kis szarházi, és azt hiszi, hogy ő egy filmet csinált. Úgyhogy így kezdődött a történet, de nekem nagyon tetszett, hogy ilyen pofátlan. Hogy ilyen olyan magának való, és mindent lecikizik, és azt mondja, ezt ne hittetek, ezt oda, ezt fog meg, ezt csinálj meg, ezt. Na, ez az én stílusom volt, és mondtam, akkor ez menni fog. És ment. És ment, és végül is, hát nem tudom, hogy veszekedtünk-e, sokat kiabált velem, de nem tudod, ha én valamit nem akartam, akkor dühös volt, mert nem tudok meggyőzni. És akkor csapkodott, hogy így érted, nem így érted, nem így kell csinálni, ugye? És egy dolog volt, arra nagyon emlékszem, hogy valamiért akkoriban a Berek Kati, aki egy csodálatos színésznő volt, nem tartották jó filmszínésznek. És mikor elkezdtük a Muszkát nézni, akkor az Éva azt mondta, hát igen, ez érdekes film, de sajnos ez a Berek Kati. Ez nem igazi. Minden sőnyű egyforma volt. Nem. Csodálatos színésznő volt, csodálatos. Aztán mi elmentünk Berlinbe, és ott megnyertük a nagy díjat, de minden létező újság, francia, német, angol leírta, hogy nagyszerű színésznő, aki olyan, mint aki a Visconti filmjében játszott, francia színésznő, nagy színésznő. Jean Moreau. Nem. Nem, ez nem Jean Moreau típus. Igen. És minden újság leírta, és nagyon sokáig úgy volt, hogy ő még kap egy alakítás díjat is, de végül is nem akarta két díjat adni, és azt döntöttek, hogy jó, akkor a Berlini Fesztivál legyen az a fesztivál, ami először nagy díjat ad egy női rendezőnek, és így kaptunk olyan díjat, és hát akkor előtte az már összebarátkoztunk. Akkor már elég hamar. Igen, akkor már reménytelen volt a kapcsolatunk, mert sokszor veszekedtünk, akkor beszélgettünk erről, arról, plegykáltunk,
jöttek, mentek, mindig beleavatkozott a magánéletembe. Ez nem igaz. De mindig azt mondtad, hogy valaki ilyen hülye a Jancsóhoz nem. Márta, ne, ezt nem mondjad, mert ez nem. De, és nevelt engem, mindig nevelt, egy hülye lengyel, hát mit gondolsz, ez csak egy színész. Hát ilyen voltam. Ez nem igaz. De ilyen voltam. Lehet, hogy ilyen mondtam, de hogy Jancsóról nem mondtam rosszat. Nem a Jancsóról, róla mondtad, hogy én vagyok a hülye. Nem a Jancsó, a jó, én vagyok a hülye. Hát ragaszkodni kell, és ide. És hát ő legyen színész. Jaj, mondtam, Márta, nem menj már neki. Én igazán szeretem a férfiakat, mondta ő, és a szerelmet, de hát azért csak azért, mert valaki jó képű. Szóval ilyen dumák voltak, nagyon vidáman vágtuk a filmet. Na, egy kicsit hadd beszéljek. Ja. A Márta évek óta írja az ön életrajzát. Jaj, mi lesz abból? Már ezelőtt 10 évvel elkezdte. Úgyhogy most nagyon szépen kérek mindenki. 40 éve írom a napomat. Nagyon szépen kérek mindenki, hogy akit illet, meg akit nem, hogy hajtsák ki belőle az emlékiratait, és akkor hasonlítsák össze, hogy ki, mint, hogy látott egyszerre. Hát nem kell kihajtani, mert ott van 500 oldal. Egyébként ez egy nagyon jó kérdés. A múlt és jövő foglalkozik ezzel az emlékkel, mint fogalommal. Heller Ágnestől kisadtunk egy könyvet a önélet írás filozófiája, és hát tulajdonképpen a bicikliző bajom az is egy foglalkozik az emlékkel, hogy az emléket kell-e kontrollálni, vagy az ember agyába átalakul az emlék, egy más anyag lesz, és azt látjuk, épp a múlt és jövő következő számában Nádas Péternek a nagy emlékiratáról lesz két komoly tanulmány is, az Ágnes elkésett vele, csak most két szülten és szeptemberi számba lesz. De vannak olyan emberek, akik az emlékekkel vitatkoznak, például Sejber Sándorról alakított kép. Tehát nem fad rám, hát az emlékek nagyon fontos, és ez a könyv egy nagyon szép emlék sorota, amivel lehet vitatkozni, tehát a vágószobából, egy bizonyos pozícióból tekint végig a magyar filmnek a klasszikus korszakát. Na most, hogy én valamit akarok mondani a védelmemre, hogy azért történik egy olyan hosszan, mert én orosz nyelvű vagyok. És mikor a filmekre, de ott is van valami, emlékszem, mikor a Larisa Sepitko megnézte a filmet, és azt mondta, hogy Márta, ez Dzsanuszki film, ez egy orosz film. Szóval, és mikor én elkezdtem írni magyarul, az katasztrófa volt. Hát egyrészt iszonyatosan bonyolult az életem, annyi országban éltem, és annyi mindent meg. Másrészt, elkezdtem írni tulajdonképpen magyar betűkkel oroszul. És van Pataki Éva nincs, aki meggyőzt engem, hogy meg a Miklós is, hogy nem baj, kell csinálni, és ez a vergődés tulajdonképpen mai napig tart. Ez nem csak azért lustaságom, és nem akarok megírni, hanem azért is, mert nagyon nehéz, mert nagyon sok mindent oroszul gondolkodom, és ahogy öregszem, nagyon furcsán, egyszer csak fölébredek, és érzem, hogy én oroszul gondolkodom. És akkor a délutánban mondok valamit oroszul, és ez veszélyes. Úgyhogy ezért tart ilyen sokáig, hogy nekem még itt is van probléma. Na, emlékekről beszélünk. Van egy olyan fejezete is a könyvnek, ami a magyar film hőskoráról szól, szintén családi közegből, hogy átadva a szót, hogy beszéljél édesapádról, arról a korszakról, amikor a magyar film indult, és
Illés Györgyről is, aki meghatározó, volt nem csak a magyar filmnek, hanem a területeknek is, és pályakezdéseknek. Igen, hát én ezt mind megírtam. Tessék megvenni a könyvet. És hát szóval nagyon röviden, az apukám az a filmgyárban dolgozott, 28-tól fővilágosító volt, 41-ig, amikor hát a zsidó törvény miatt kiszállták, és akkor elvitték munkaszolgálatba, és meghalt. És az anyámnak az öccse volt az Illés Gyuri, és ő is a filmgyárban dolgozott, a Körmes Kálmán körúti filmgyárban dolgozott, akkor nem is tudom, hogy hívták, ma filmnak, azt hiszem, és háború után került át a játékfilmhez, a Uniába, és hát így, és aztán gimnazista korútól elkezdtem statisztálni, és oda jártam, és színházba jártam, az anyukám meg színházba dolgozott, és így sodort az engem az élet szükségeképpen erre a pályára. Úgyhogy tulajdonképpen akartam volna, se tudtam volna kitérni az elő, hogy valahol a filmes szakmába dolgozzak. Hát ez volt tulajdonképpen. És így lettél. Dorogyi Katalina könyvnek a szerkesztője. Ha nem is az első, de a második nővilágú Magyarországon. Igen, de nem, tulajdonképpen a Széchenyi Médi volt az első, ő a Máriási Félix-el dolgozott eredetileg, amikor a Félix még vágó volt, akkor ő a Médi az asszisztensa volt, és aztán amikor a Félix elkezdett rendezni, akkor ő vágó meg. És a másik volt a Dalóczi Marika. Dalóczi Marika, aki ő is asszisztens volt, és úgy lett vágó. Szerintem a Kovács Andris filmjét csinálta először, melyik Kovács Andris filmet. Nem tudom. Falak? Nem, én Hamara. Szóval Dalóczi Marika, és aztán én voltam az, akit az életbe sodort a főiskolára, mert akkor már azt mondták, hogy nem lehet vágó, csak hogy a diplomája van, és akkor így kerültem a főiskolára, majd nehezen is, akkor így, hát ez volt. Igen, János kérdése. A levelet szeretnék felolvasni, egy kicsit földrajzilag távol, másik kontinensről, aki Évának egy barátja, kollégája, és mutatja azt, hogy a magyar film és a magyar kultúra mennyire jelen van a világban. Már tudomást szerzett el a könyvről, valakint ezt a levelet olvassuk. Ő a Vámos Tamás. Alá lesz írva. De hadd mondjam el, ő a Vámos Tami, akivel együtt főiskolára egy időben jártunk, ő a párhuzamos operatőr osztályba járt. És aztán valamikor a 60-as években a Szabó Pistával dolgozott, az ő filmjeit csinálta, az első filmjeinek talán a kisfilmjeit is, azt hiszem. És a 60-as években elment Franciaország, aztán elment Kanadába. És sok-sok-sok év után, amikor a Márta csinálta Kanadában a Piroska mesefilmet, akkor a Tamás lett az operatőr. És akkor dolgoztunk mi együtt, annyi sok-sok év után, főszikonagokban. Jöttél Kanadában. Igen, voltam is kint egy darabig a Mártával Kanadában. És most a Tamás megtudta, hogy készül ez a könyv, és akkor írta ezt a nagyon kedves. Igen, tudom, hogy én jelenetnek kaptam, neki volt, hogy elkészült a könyv, és erre írta az Imrényi Bélen ezt a kedvesére. Örömmel értesünk a könyvnek kiadásáról, gratulálok, nagyon várom, hogy elolvassam. Ha nem lenne távolság, akkor pont lennék veletek, bár ez a pár ezer kilométer soha nem volt a barnak, hogy közös emlékeinket viseljenek. Képzeld, még pontosan emlékszem, amikor beléptem a főiskolára, és először megláttalak. Hulló volt a kezedben, én azt gondoltam, hogy jelbeszakos volt.
Milyen jó és milyen fontos, hogy könyveddel visszaemlékezel életedre, pályafutásodra, barátaidra. Nagyon sokan elmentek már közülünk. Pali, Kóczi, Zoli, Feri, Sanyi, Gabi, Zsolt, és még sokan nem sok. Milyen jó lesz, hogy téged olvashatunk, hallgathatunk. Milyen jó, hogy mi itt vagyunk, és az is, hogy voltunk. Már több mint 50 éve földrajzilag messze élek, de soha egy pillanatra nem éreztem magamat a társaságon kívül. Milyen öröm volt, amikor Márta piroskás férje újra összehozott minket a munkába. Jöttünk Montreálba vágni a filmen, felújult a barátság, nem volt távolság, és magam is egy rövid időre újra magyar filmes lettem. Azóta is tartunk kicsit a kapcsolatot, de most a könyvemen keresztül még szorosabb lesz a barátság, mert átélhetem azokat az eseményeket, részt vehetek azokban az emlékekben, amelyeket nem lehettem tanulja. Biztos, hogy ez a könyv helyet fog foglalni az életemben. Köszönettel és szeretettel, Vámos Tamás operatőr és barát. És itt volt egy felsorolás, ahol csak a becenneveket mondta, de ugye ez az az osztály, amelyiket kezdtél, kik voltak ők, Pali, Rucca, Zaki, sajnos már. Ez köztudomású, ez már mindenféle filmtörténetben nem hallani. Igen, közeli csodálatos életlen volt, hogy abban az osztályban, hogy akkor kezdtük, 56 őszén kezdtük a főiskolát, és hogy abban az osztályban ilyen nagyon jó és tehetséges társaság ott között össze a sors, az életlen volt. Úgyhogy akkor, mikor kezdtük, akkor kis csórok voltunk, 22-en voltak idősebbek közöttünk, a Gyöngyös Imre, az már diplomás volt, és a Gábor Pál, ő is bölcsész. Diplomás volt, a többiek mind ilyen 19-20 éves zsűrölvények voltunk. Úgyhogy akkor még a szemlettel tudni, hogy ez az osztály, ez az osztály, akik majd így emlegetnek. Hát én úgy hallom, hogy most is emlegetnek egy osztályt, a Simó osztályt. Remélhetőleg ők is be tudnak futni olyan pályát, amit az én osztálytársaimra. Amikor én olvastam először, ugye, mint kiadó ezt a kéziratot, akkor ugye először indult ez a könyv egy úgymond holokausz könyvnek, egy család, egy része elpusztult, hogy kezdi újra. Akkor láttam, hogy ez egy filmtörténet is, rengeteg ismerős név, azokat, amiket csodáltam és akik felnőttem. És van még egy dimenziója, ezért tartom egy rendkívül könyvnek, hogy a holokauszt pusztulása után van benne egy házasság, tehát nem kell, meg kell, hogy kármentő Éva, miért kármentő Éva, van egy, tehát a férjed, kármentő András hangsúlyosan szerepel benne, és nekem, mint ugye ilyen szociológus, szociográfus félének, azt tűnt föl, és azért tartom nagyon fontos könyvnek, ugye Népos nemzetéből jön föl egy fiatalember és egy holokausztul élő, és az ő házasságuk, ami több, mint egy házassági történet, hanem úgy gondolom az, hogy a újjáinduló Magyarországnak egy nagyon sokféle dimenzióját megmutató és személyes élete keretében megmutató nagy dokumentum. Tehát Kármentő Andrásról is érdemes megemlékezni, aki egyébként szintén filmes volt. Festőművész, most nem tudom, hogy nekem is festőművész. De az a sok filmben. Igen, ő rengeteget dolgozott a filmgyárban, mert ugye mint grafikus az akkor nagyon ment a filmgyár, rengeteg munka volt szerencsére, mert tulajdonképpen sok abban éltünk. Amikor én kezdtem, voltam rettentő keveset kerestem, és hát bizony abban éltünk, amit az Amisa filmjárba keresett, mint grafikus, és nagyon soká kitartott ez. Amíg a film, a magyar film, itt már 80-as évekig, amíg ment a filmgyárnak a szekere, addig neki is ment, meg nekem is ment tulajdonképpen. Aztán utána
mély nagy csend. Na most szerintem elég sokat beszéltük, akik itt ültünk. Nem tudom, hogy a közönségből. Még egy röviden hát nem is kell. De röviden, nagyon röviden, és én is kíváncsi lennék, hogy milyen kérdések vannak, hát ha hívott talán arra majd reagál. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy igen, szóval én ugyancsak bele tudtam lapozni éppen a könyvbe, megkaptam interneten és kicsit végig belenéztem, szóval én is egy szenzációs dolognak tartom ezt a folyamatosságot, ami nekem az rögeszménynél vált az utóbbi időben, hogy a folyamatosságok azok hiányoznak a mi életünkből. Ezért van szükség, és nagyon helyes lenne, hogyha mindjárt megírnánk az emlékirataikat, és ezt egy szenzációs dolognak tartom. Szóval tényleg a megrázó háborús események után, és ahogyan ez a család, Gyuri bácsi, aki nekem nagyon közeli főnökem volt, szóval 10 évig volt elnöke a szövetségnek, amikor én voltam a főtitkár, tehát én nagyon szoros tanárom volt, velelő felvételisztet, stb. Szóval ez az egész történet annyira szerves, és annyira szépen nő bele a magyar film történetbe, vagy ez egy szenzációs dolog, és a kívánok, hogy megtalálom neked, mert ez nagyon-nagyon szép. És akkor még két vicces epizódot hagyom nekik, ami személyes viszonyokat talál egy picit nehéz, hogy egyszer kérdeztek tőlem, hogy miért szeret téged annyira a Gyuri bácsi? És akkor én viccesen csak egy tudtam válaszolni, hogy valószínűleg azért, mert én mindig köszönök, amit a belépek a szobában. Mert ő ugye adott el ezt, aki ismerte, azt tudja. A másik furcsa epizód, nem is értem, hogy ez miért jegyeztem meg. A vágószobában volt egy mosdó, szappan törülköző. Ezek még ilyen jó régi vágószobák voltak, ugye a földszinti folyosón, ha jól emlékszem, az utolsó volt a tiéd, a vetítő előtt, a nagy vetítő előtt, jól emlékszem? Jó. És arra emlékszem, hogy egyszer valaki kolléga bejött, és a kezet mosott, és te rákiabáltál, hogy most meg rendesen a kezedet, és a koszt ne a törülközőbe törül. Talán az Ádám volt. Úgyhogy ez egy jellegzetes pillanat volt. Na jó, köszönöm szépen, és akkor tényleg várjuk a Mártának tovább. Én csak egy nagyon fontos, amit elmondok, számomra legalábbis gondolom az Éva számára, mikor nem tudom, fölhívtál engem telefonon, ez egy éve volt, két éve volt, három éve volt, és nekem mindig volt lelkiismerő fordulásom, hogy leglassabban haladok ezekkel az emlékirataimmal, és egyszerre csak hallom az Éva kemény hangját, hogy te képzeld el, én írok egy könyvet. Milyen könyvet? 10 éve volt. Írok egy könyvet, mondom, te írsz egy könyvet? Igen, én írom a könyvet, a Fildártásra, a Vágócára, minden. Mondom, na jó, hát akkor tudom, én is írom ezt, ugye. Írom, de hol van az? Maga modorába, úgyhogy azért felhívott engem, hogy írja a könyvet, és akkor kicsit biztos gyorsan nekifogtam, és még 10 oldalt odaírtam ezek után. De azt akarom mondani, hogy amit talán az Éva nem tud, hogy nagyon sokat jelentett számomra az ő kulturális hatása rám. Mert én nekem ugye az orosz irodalom, az orosz nyelv, meg ezek nagyon-nagyon mögöttem voltak, és aztán még több más nyelv is keveredett, és az Éva nagyon sokat beszélt arról, hogy mi a krúdi, mi a magyar világ, a holokausztról és a zsidó történetről, amikor hivatalosan Magyarországon erről nem beszéltek. Nagyon sok
sokáig, ugye ez tilos volt erről beszélni, és ez, hogy 600 magyar zsidót fél év alatt, vagy 500-at elpusztítottak. Az első ember volt, az első emberek között, akikről ezt hallottam, ez az Éva volt. És akkor egyszer emlékszem, hogy ültünk és ott kávéztünk és beszéltünk, és akkor mondta el, mondotta valamit a szüleiről. És ez nekem nagyon mélyen, és azt hiszem, hogy akkor vagy a Rubinovszkit, vagy a Jancsot megkérdeztem, hogy mi ez, hogy is volt ez. Mert én ezt a magyar történelmet nem ismertem, a magyar zsidó történelmét. És nagyon sok dologra megtanított, ami aztán nagyon kamatozott az életembe, és nagyon fontos volt számomra, ez, hogy ezt a világot jobban megismerjem. Úgyhogy ezért is nem tudom, mit írsz, de az, amit most mondott az úr, ez biztos csodálatos ez a része, hogy a férjed és te, és ez a történet. Te akartál valamit kérdezni, és javaslom, hogy köré. Szerkeztem, akkor megkérdezem, nem kérdezem, hogy ki szeretne kérdezni, és akkor annak tovább adjuk a mikrofont a közösségből. De ki van a kezében, ami mikrofon, tehát ő neki. Akartál valami? Nem. Akkor kérdezem, kérdezik rá, és egyetlen kezessen látok a magasolnál pedig. Nekem volt még egy szár is ebben az önélethez, a családoknak, a borokhoz, a magáért és a magyar hírtörténethez. Két karcim is játszott a kötethez. Az egyik karcim az lett volna, hogy egy emancipáció a 20. században, a másik pedig az, hogy az emancipáció csapdája. Miért? Volt meg egy annyira fontos az emancipációról, és miért csak? Hát ezt elég hosszan írom a könyvbe, elég hosszan írok ebben a könyvbe, úgyhogy ebben nem akarnék most belemenni. De amit itt elmondtunk, hogy milyen élet volt a filmjárban, abból nyilvánvaló mindenki számára, aki nem tudta eddig annak is, hogy ez szemben teljes életét befoglalta. Szóval emellett család, hát nagyon nehéz volt. És ha a lányokat, a kolléganőimet megkérdezik, akik itt ülnek, akkor elmondhatják azt, hogy oda kerültek fiatalon, 18-20 évesen, és hogyha nem volt olyan szerencséjük, hogy házon belül férjhez mentek, tehát a szakmán belül találtak társak maguknak, akkor nagyon nehéz volt civilekkel közös életet kialakítani. Úgyhogy föl tudnám sorolni azokat a kollégáinkat, akik az egész életüket tették erre rá, mert muszáj volt. Ez volt az emancipált sorsunknak a átültője. Van kérdés? Akkor tovább kérdezem én. Megnézve, milyen. Mondja. Milyen természetben rágyóan. Írod, hogy szeretnél valamiféle elményet állítani, miután a családodnak emléket állítottál azoknak a családoknak, akiknek csak te tudtál, mert már te életén csak amikor született ez a tömélekről. Az is írja, hogy a filmjárásnak a szürkénytől is szeret ilyenek emlékezni azokról, akik néha szó szerint a várukon viszik a filmet. És ugye Oscar díjat már régóta annak vágóknak, hangmérnököknek Magyarországon
én úgy gondolom, viszonylag későn kezdtek el ismerni ezt a munkát, díjakkal például. Hát ez így van, tehát aztán tulajdonképpen ez is megtörtént, mert aztán vágók is már kaptak, Balázs Béla díjak, voltál a hangjelentőt is kaptak, csak rendes fogadat hogy ilyen módon is emancipálódtunk. Na most van, amit még arról, hogy itt van az Ádám, Csillag Ádám, úgyhogy tulajdonképpen az egész dolog neki köszönhető. Tudnék, én elmesélt ott lakott a szomszédban, sokat dumáltunk, és egyszer elmeséltem ezt a családi történetet, hogy hogyan húztunk meg a háború újtállás. Igen, igen. És és azt mondta, hogy hú, ez nagyon érdekes, ezt tulajdonképpen teszünk, ebből filmet kéne csinálni. Mondom, az már erősen passzé, mert ezt a témát, ez mondjuk ez 15 évvel ezelőtt volt az a beszélgetés. Ezt a témát játékfilmre valamikor a 80-as évekre kellett volna vinni, akkor még érdekes lett volna, 15 évvel ezelőtt már nem ilyen volt ez a téma érdekes, mint játékfilm téma. De aztán végül is az Ádám összeszervezte, hogy a Kartos Sanyi jött a kis kamerájával, és a Vámosi Andris hangmérnök kollégák, aki már megkapcsolódott, ő hozta a magamolyát, és akkor leültünk, és én elmeséltem ezt a történetet, és aztán ezt meg is vágtam. És ebből lett egy olyan jó másfél órás, majdnem két órás anyag, és ott lapult a dobozba. És de le kellett írni a szöveget, mert most ez mindegy, valami miatt most ez van bonyolult. Le kellett írni a szöveget, és nekiálltam a szöveget korrigálni, mert az élő beszéd, ugye az nagyon más, mint egy író beszéd, és nekiálltam korrigálni, és amíg korrigáltam, ami nagyon megtetszett a dolog. És tulajdonképpen ez amit elmondtam most, ez a háború alatti történet, ez a könyvnek az első része tulajdonképpen, és ami utána jön, az már papírra, illetve hát már számítógépbe írtam, az már nem film volt, de az első 36 oldalnyi anyag, az tulajdonképpen egy film volt. És azt már rákaptam az jó szórakoztam vele és csináltam. Úgyhogy így az Ádámnak köszönhető. Na most az állásképpen már elég sokat beszéltünk. Azt szeretném mondani, hogy János elmondta, hogy ez többféle dologról írok én ebbe az anyagba, és nem vagyok benne biztos, hogy mindenkit ért. Ezért mindenkit arra biztatok, hogy egész nyugodtan lapozza át azokat a 10-20 oldalakat, ami éppen speciál önnel érdekli, mert aztán lehet, hogy lesz olyan, ami érdekesebb. Kinek mi? Mert nem biztos, hogy a filmes sztorik, amiket én írok, az mindenkit érdekel, illetve nem biztos, hogy a magánéleti sztorik, meg éppen a filmeseket érdekli. Ennyiben. Hadd nejegyek vele egyet, mert az, hogy a múlt és jövőben ez a könyv megjelent, ez azt mutatja, hogy ennek minden sora kicsit több, mint a magánélet, több, mint a film, hanem ez egy egységes, koherens szöveg, és egy jó és érdekes lenyomata az elmúlt 50-60 évnek, sőt, bizonyos a szülei történeten keresztül ez egy 100 éves történet, egy 100 éves magyar zsidó történet, egy 100 éves magyar értelmiségi történet, és valóban a maga a film, ami szintén a magyar kultúrának az egyik csúcsa, és egy legkomplexebb jelenségből mindig ott van a gyorsan képzőművészet az ember, tehát mindent benne van. Megkérdezem, hogy bennetek maradt még szó? Hát bennem most, ahogy mondta, hogy mi van,
nagyon sokszor fölmerült, mert én ugye több nyelven olvasok, és több országban éltem. Ami Magyarországon történik, hogy nincsenek jó könyvek a magyar filmről, a magyar rendezőkről, a magyar operatőrökről, az egész a magyar vágókról. Egyszerűen síralmas. Nem akarok olyan nagy birodalmakat mondani, mint az oroszok, akik mindent megírnak, minden rendezőről, operatőről, filmről, nagyon sok csodálatos könyv van, de olyan országok is, mint Lengyelország, minden meg van írva. El lehet olvasni emberekről, akik csinálták a filmeket, és Magyarországon ez egy úttörött dolog, hogy ő, mint vágó, ezt megírja, mert Magyarországon ez nem létező dolog. Itt nem. Ha akarsz olvasni valamit, akkor van egy pár könyv, ami nem egészen pontosan arról szól, mert nincs benne lendület, szeretet, fontosság, hogy a magyar film az milyen fontos kulturális elme és ennek az országnak. És ez nagyon, nagyon bántó, aki más nyelven olvas, és szereti a filmet, biztos tudja, hogy rengeteg francia, német, orosz, lengyel könyv megjelenik a világon mindenkiről. Nem akarok magamról beszélni, mert ha összehasonlítom, hogy mennyit írtak rólam külföldön, akkor az egy tonna lesz, és akkor mennyit írtak itt, akkor három oldal lesz. De ez mindenkiben így van. Egy pár kivétel van, nem tudom, a Szomjasról mit írtak, nem sokat. De pedig volt egy időszak, amikor a magyar filmgyártás jelentette a filmjei, a léte, a gondolkodás, de ez egyszerűen elment, nem létezik. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, amit az Éva csinál, és remélem, hogy lesz ez példája annak, hogy az emberek, akik a film körül léteznek és élnek, fognak ezzel foglalkozni. Például ízésről, vagy Koltairól, vagy Sutyiról, vagy Keleti Mártonról, ezek mind csodálatos korszakok voltak, amiről egyáltalán nem ért létezni semmi. Ennek kapcsán egy nagyon szörnyű tapasztalat ért a közszerkesztése közben. Én eredetileg nem akartam megjegyzeteket, mert ez egy önéletről, ez egy visszaemlékezés, nem tanulmány, de ahogy jöttek elő a nevet, és főleg általában a szürkének nevezettek példát a nevei, akikről hát nem vagyok egy film szakember, de azért sokat ismerek, de nagyon sok emberről nem tudtam, hogy ki, és belegondoltam, hogy én már nem vagyok egy mai hölgy, és hallottam is annak megfelelését, és egy lépében jól nem fogok tudni. És akkor ezt próbáltam adatokat megszerezni, vágókról, fölvilágosítókról, és azt láttam, hogy viszonylagos adatvesztés történt a magyar filmnek archívumaiban, azzal, hogy felszabadalták, szétosztották, tehát sima életrajzi adatoknak is nagyon nehezen tudtam nyomára okkal, és köszönöm meg mindenkinek, akinek e-mailt írtam, és aki segített és válaszolt, akit fölhívtam, mert hivatalosan így egy archívumban már ezeket az adatokat nem őrzik, és ez elég riasztó számomra. Azt tenném hozzá, hogy egy ilyen elég sok képanyag van, de a képanyagot is nagyon nehezen lehetett összeszedni. Én Jancsó Miki bácsi forgatásra jártam, és rengeteget fotóztam, és láttam másokat is rengeteget fotózni. Feltételeztem, hogy minden forgatáson is különbözően fotó dokumentum volt, sőt, volt külön erre pénz, hogy lehet filmet
szinte megszerezhetetlen távolságba kerültek. Ez a könyv is lehet felkiáltó jel, hogy ezeket az archívumokat használni kell, hozzáférhetővé tenni, lehet, hogy internetre kell tenni, de minden esetben ez a magyar kultúrának a filmünk a legkomolyabb sikerágazata volt, ezt örülnem kell. Az OSK archívuma hozzáférhető, csak azt nem tudtuk, hogy mi került feladva. Én nagyon kevesen találtam ezt az anyagot, legalábbis digitalizált anyagot. Lehet, hogy az összes filmjükön van, csak akkor oda kell menni, és akkor lakozik. Bátos Judit, hogy egy kicsit túlzásnak a lehető életrajzi adatunkkel is van, de hogy semmi sincs a magyar filmből, az azért túlzás. Tehát azért a kiváló kollégáim, Jancsóban, monográfiában, Szepfi Andrástól, Hirschfiborig, több is. Olyan könyvek vannak manapság, hogy filmes rendszerváltás, Varga Balázs kollégám könyve, Gellencsé Gábor a negyedik könyvét írja a magyar filmről, köztem a monográfia Jeles Andrásról, Gotthárd Péterről van, nem monográfia, hanem magyar rövid filmtörténete, szóval azért vannak dolgok, és a képekről pedig annyit, hogy a kiváló szinte kiváló kollégának Bémüller Magda elvetette fel az életét, hogy csinál egy magyar filmtörténeti fotógyűjteménytárat, és hogy digitalizálják. És ez a része, hol a filmarchívumnak volt a része, hol a filmgyárban volt, ez igazán szétszakadták, de rengeteg kép van a filmgyártásról, a színészek, a portréfilmképek, standfotók, és ezeket mind ő rendszerezik. Most a Széchenyi könyvtárban van éppen egy. Én is az ő nevét említettem. Igen. Valószínűleg sok nincs még digitalizált. Igen. És még picit akartam helyre. De hát nem értek ezzel. Én nem értek ezzel egyet, mert múltkor fölhívtam a Diamanti Liliát, és valahol el akartam hívni, és azt mondtam, Ártuskám, én nem megyek, én már nem járok sehova. Miért? Gyere azért, hogy beszélgessünk. Azt ugye nem tudom, én már nem is tudják, hogy élek. Szóval itt, amit mondasz, az, ha összehasonlítom a lengyel filmgyártással, akkor ennyi van, és ott ennyi van. Hát az, hogy még csoda, hogy a Jancsóról ne írtak volna, mert más országok is írtak róla. De ez nem egy vita dolog, ezt nem kell védeni, ez egy borzalmas tartozás a magyar filmről, ami történik. Gyarmati Liliára egyébként többször is esik szóval a téma végében. Ott is viszem a mikrofon. Köszönjük, nem csinálom, hogy csak egy mondatot szeretnék, hogy ami nagyon fontos most, én még nem olvasom ezt a könyvetet, és valóban hiányzik a magyar film krónikájából, írott krónikájából ez a egyébként félre a kifejezés, a magyar film történet alulról. Ez most azt értem alulról, hogy a háttérben szorított létrehozói szemével, például vágó szemmel. Ez tényleg hiányzik. Én most is ebben a Lord felé volt még a hangmérnő, aki a saját történetileg a magyar film, ez nagyon fontos, és tényleg nagyon itt a, és tényleg iszonyatosan megvagyunk a rendjelzőhoz, szokkal szemben a többi országon is beszélni. Úgyhogy ez nagyon izgalmas lehet. Nagyon köszönjük. Akkor azt hiszem, hogy egy jó zárszó, izgalmas, és köszönjük. Az a kérésünk, hogy egy minél többen vegyétek és olvassátok a könyvet, és amit itt a médiához tartoznak így, vagy amúgy azok, meg írjanak is valóban, hogy legyen recepciója is ennek a könyvnek. És a másik a folytatás, még mindig egy szerzővel folytatás, úgyhogy ránézünk, hogy Emlékeim, hogy sarkalani fog arra, hogy ne 10, hanem 30 oldalt írják hozzá. Mi nem érünk rá, de előbb-utóbb hozzuk a dáta, ugye? Most még nem érünk rá, de megcsináljuk. Én már ráérek.
Köszönjük. Rázutakat te vágtad? Igen. A Csuki abban volt az egyik operatőr, úgyhogy szerintem onnan is rázutakat. Nem, én másban is dolgoztam, mert kamera volt a Lívia egyik korai filmjében. Abban volt már Csuki operatőr. A Misiben egy lesett, eltöntött. Lívia lesett, eltöntött a lábát, és beszéltem a telefonon, ott a szobába is csak volt. Egy órát panaszkodott. És a kedvét kell, hogy most csak várjuk. Semmi, olyan volt itt egy tolva valami. Egyébként is. Adok talán. Jó, van.